A Dombovári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola három művészeti ágazaton várja le döntő vendégei jelentkezését, hogy milyen feltételekkel ezt a tanintézmény vezetőtől tudhattuk meg. A táncon belül ugye társas táncot lehet nálunk tanulni, és a zeneművészeti ágon belül pedig rengeteg, rengeteg mindent. Tehát vannak fafúvos tanszakunk, azon belül furúja, fuvala, fagott, oba, klarinét, szakszofon, van részfúvos tanszakunk, ott is minden hangszer megtalálható, trombita, kürt, bariton baritonkür, tuba, de természetesen, amikor mondjuk egy kicsi jön hozzánk, tehát másodikos, elsős vagy harmadikos, akkor és fúvos hangszerön szeretne, akkor általában a furuját szoktuk javasolni egy kezdőhangszernek, mert azért az ad egy alapképzettséget, meg hamarabb van sikerél, sikerélmény. élmény. Ezen kívül van még vonostanszakunk, ahol hegedülni tanulhatnak a gyerekek, van még billentyűs, illetve hát akkordikus tanszakunk, ugye a egyelőre zongorázni lehet csak, majd azért van terve még a következő időszakban kis fejlesztés is, de most a zongorát tudnám javasolni a gyerekeknek, és akkor akkordikus tanszakon pedig ütő hangszerekkel lehet nálunk tanulni. A mostanság járjuk az iskolákat, óvodákat, kis hangszerbemutatóval csalogatjuk a gyerekeket, és a jövő héten indulnak a képességmérések. Mi azt úgy hirdetjük nekik, hogy játszunk velük egy kicsit igazából, tehát ott mérjük föl énekhangjukat, ritmusképes ritmusérzéküket, hogy lássuk, vagy akkor nézzük meg, hogy alkalmas-e arra a hangszer a gyermek, amit éppen választott, hanem akkor próbáljuk olyan irányba terelgetni, ami neki jó lenne. Szeptembertől a zeneiskolás diákok majd heti több alkalommal vesznek részt foglalkozáson, a sikeres beiratkozást követően. Amikor valaki el hozzánk beiratkozik mondjuk most zenére, akkor az azt jelenti, hogy hetente kétszer fél óra elfoglaltság a főtárgyból, tehát a választott hangszerből, valamint kétszer 45 perc szolfés óra, mert hogy ugye a nélkül nem működik a hangszeroktatás, tehát ezért elméleti alapok is kellenek, tehát ez a négy elfoglaltság van a gyerekeknek a kezdetekben. Aztán utána persze, ha majd mondjuk kamara, vagy zenekar, vagy zenetörténet, vagy kórus, vagy bármi, amit éppen ő szeretne még pluszba, vagy ügyesnek találják a kollégák, és ilyen irányba terelgetik, akkor ez növekedhet, de alapjáraton négy elfoglaltság van egy héten. Az intézmény közösségi oldalán minden szükséges információ megtalálható a felvételével kapcsolatban. De várják azokat is, akik személyesen kívánnak érdeklődni az induló képzések után.